Ajándékcsomagokat osztottak a Dési Huber általános iskolában is. Az ünnepségen részt vett Puskás Tivadar polgármester is, aki köszöntőjében hangsúlyozta a karácsonyt megelőző időszak lényege, hogy figyeljünk egymásra, és segítő kezet nyújtunk a rászorulóknak. Az adományokat Nemény András, a körzet képviselője, és Vörös Pál, a 2011-ben alakult KISZ lakótelepért egyesület elnöke adta át a 13. számú választókerület rászoruló családjainak.